Ünnepélyes keretek között díjazták idén a minőségi borokat a Dombovári Kertbarát Egyesület borbírái. A már hagyománnyá vált borverseny eredményhirdetése után a civil szervezet fennállásának 50 éves évfordulóját is megünnepelték. Örömteli ez a mai nap, hiszen 50 éves születésnapját ünnepli a Dombovári Kertbarát Egyesület. 72 óta azt gondolom, hogy nagyon sok időt telt el, és az 50 évnél sokkal többet tettek ők Dombovárért és önmagukért. Hiszen egy civil szervezet akkor működik jó, ahogy a tagok megtalálják az örömöket, és mi úgy tudnak együtt fáradozni és együtt szórakozni, hogy annak azért mindig jó emlékkel térnek vissza ugyanarra erre. Ezek közül kimagaslik Dombováron a Kertbarát Egyesület, és azt gondolom, hogy érdemes megemlítenem, hiszen nagyon büszke vagyok rá, hogy Dombováron két 50 éves egyesület. Hiszen a Kapus Kolocs is 50 éves, de őket még másképp fogjuk ünnepelni. Az elmúlt két évtizedben vettem fel velük én a kapcsolatot, azt gondolom konkrétan, hiszen több kistérségi borversenyre meghívtam őket, és a szervezésben ők aktívan közreműködtek. Nagyon sokat volt szerencsém tanulni tőlük, és így jutottam egészen odáig, hogy ma már csak kiváló borokat iszok, hiszen csiszolták az ízlésemet. Sajnos a kedvem még a szőlőtermesztéshez nem jött meg, és már úgy érzem, hogy nem is fog megjönni, de minden évben örömmel megyek azokra a rendezvényekről, ők a főszervezők. Úgyhogy én nem tudok más mondani, Isten éltesse őket. A 2021-es év csapadékszegény időjárása nem kedvezett a bortermelőknek. Az idei versenyre a gazdák összesen 59 mintával neveztek be. A szőlőtermelést a pandémia is nagyon alaposan befolyásolta, tehát voltak, akik idősebb korosztályhoz tartoznak, és a pandémia miatt nem tudtak kimenni, nem tudtak időbe a szőlőbe mindenféle munkaműveletet elvégezni, viszont az időjárás sem kedvezett a 2021 évi bortermelésnek, illetve zörmőtermesztésnek. Nagyon kevés volt az éves csapadék, és az éves csapadék mennyisége a szőlő tápanyag forgalmára is jelentős hatással van, mivel a csapadékból kevés volt, ezért egy kicsit ez a minőséget hátrányosan befolyásolta, de nem csak a minőséget, hanem a mennyiséget is. A rutinos borászoknak azonban is sikerült minőségi nedőket előállítani. A zsűri összesen 56 aranyminősítést osztott ki vörös, fehér és rozé bor kategóriában. Vörös borból 24 arany, fehér borból 23 arany, és rozé borból 9 arany, és 2 oklevél született. Minden évben megválasztja a csúcs zsűri az év borászát, és az ő fehér bor, rozé bor, illetve vörös bornak a tulajdonosát. Ez úgy történik, hogy a legmagasabb pontszámot, a bírálat során a legmagasabb pontszámot elért borokból anonim formába töltenek poharakba bor. És a zsűri elnökök szoktak lenni a csúcsbírák, megkóstolják és megmondja, hogy nekem az egyes, nekem a hármas, nekem a kettes tetszett, és amelyik több szavazatot kap anonim módon, az lesz az év vörös, fehér, illetve rozé bora. Az év fehér bora és az év borásza elismerést idén a Buda családi pincészet érdemelte ki. 57 óta foglalkozom szőlővát, ugye 7. diákként a nagyapáim vontak be szőlőművelésbe. Én 65-től vagyok a Dombováron, akkor kerültem a Dombovári gimnáziumba, és innét műveljük azt a borjádi szőlőt. Ottani testvéreimmel, családdal együtt egy ilyen közös családi borászat volt. Első borversenyen is itt voltunk már 84-ben, azóta mind a 37 borversenyen részt vettünk. Szőlőszerető bortermelő családba nősültem be. Attól függetlenül édesapám még itt a Dombovári Szőlőhegyen műveltek szőlőt, és megörököltem tőlük 33 évvel ezelőtt ezt a területet. Műszaki végzettség révén nem tudtam, mit kell kezdeni egy szőlővel. Apósan világosított fel, hogy mit és hogyan. Rá két évre már neveztünk a Dombovári borversenyre, még szolid eredményekkel, és onnittől kezdve szép lassan sikerült eljutni. Ez most a harmadik évborásza cím, amit sikerült elhódítanunk. A szőlőtermesztés népszerűségét bizonyítja, hogy a fiatalabb korosztály tagjai is igyekeznek megtanulni szüleiktől, nagyszüleiktől a borkészítés csinyát-binyát.
A szürettől kezdve a meccésig, a szüretig, a borfejtésekig, a mindenig. Már kiskorom volt, a járok borversenyre is. Elkísértem a nagybátyámat. Elég meglepődtem, hogy jó eredmények születtek. Rozé Kékfrankos, rozénk lett az évbora. Hát igazából attól tartom különlegesnek, hogy sokat is foglalkoztunk vele, és hát ugye egyre fejlettebb a technika nekünk is, és tudunk már olyanokat csinálni, amit még ezelőtt nem tud, a koraci hordokba tároljuk, nem fahordóba, és ez jobb lesz tőle, a bor sokkal jobban eláll, és megpróbáljuk minőségibe elkészíteni. A tavaszi meccési munkálatokat már mindenki elvégezte. A gazdák bizakodva várják az idei évjárat alakulását. Az idei évben a meccés alapján látható, hogy a szőlő áttelel, tehát nem volt nagy fagyveszély, nagy kár. A rügyek szépen fakadnak már, lehet látni, tehát idáig azt látszik, hogy jó termésig érkezik. De hogy milyen lesz, ezt majd a későbbi időjárás befolyásolja. Az elismerések átadása után vacsorával és borkóstolóval ünnepelték meg a kertbarátok az Egyesület fennállásának fél évszázadát. A Dombóvár község elnyerte a városi címet, és megkezdődött a városias lakások építése. Az embereknek egyre nagyobb igények volt arra, hogy kiszabaduljanak a természetbe, és így mezőgazdasági, kertészeti munkát végezzenek. Ez viszont együtt járt azzal, hogy kellettek a korszerű ismeretek, és ehhez megalakították a Dombóvári Kertbarát kört. Ez volt 1972. januárjában. Minden hónapban tartunk taggyűléseket, ezeknek a legfőbb célja a találkozáson felül a legkorszerűbb ismereteknek a terjesztése. Erre sokszor tudunk felkérni jelentős tudással rendelkező előadókat. Ezen kívül elég gyakran eljárunk különböző kertészetekbe, gyümölcsösökbe, szőlészetekbe. Ennek a kellemes részét is szoktuk csinálni, mert ott ahol szőlő van, ott pince is van, ahol pince van, ott bor is van, akkor azt is megkóstoljuk. Jelentős rendezvényeket szervezünk itt Dombóváron is magunknak. Vince nap, Márton nap, János nap, lecsófőzés. Tehát mind igyekszünk megkeresni azokat a lehetőségeket, hogy együtt tudjunk lenni. A szakmai ismeretek mellett rengeteg emlék, élmény, nevetés is része annak a fél évszázadnak, amellyel a Dombóvári Kertbarát Egyesület büszkélkedhet.